Ez az MTV híradója, 6 órakor a legfontosabb hírek után gazdasággal. Jó napot kívánok! Őrzi az állami számvevőszék az autópálya kezelő 13 milliárd forintjának átutalását a K&H Broker cégéhez. Az ÁSZA 100%-os állami tulajdonú autópálya kezelő milliárdjainak további sorsát azonban nem vizsgálhatja. A szerződéseket ugyanis minden bizonnyal az üvegzseb törvény hatályba lépése előtt kötötték. Az állami számvevőszék a 13 milliárd forint átutalásának körülményeiről szóló adatokat már bekérte az állami autópálya kezelőt felügyelő gazdasági tárcától. Azt azonban valószínűleg nem vizsgálhatja az ÁSZ, hogy a K&H Broker cége mire használta az autópálya kezelő milliárdjait. Az üvegzseb törvény ugyanis csak június eleje óta hatályos, a szerződéseket viszont gyaníthatóan korábban írták alá, mondta a számvevőszék elnöke. Vagyis így nem nézhetnek utána, hogy utalta a broker cég a 13 milliárdból más kiemelt ügyfeleinek. A költségvetési szerveknek tilos lett volna szabadon felhasználható pénzüket úgy befektetni, mint ahogy azt az autópálya kezelő tette. Az ÁSZ elnöke szerint ezért vizsgálni kell azt is, hogy vonatkozzon-e a tiltás az állami pénzt a jövőben használó, de nem költségvetési szervekre is. A számvevők arra is választ keresnek, hogy az autópálya kezelő esete egyedi volt-e. Vagy pedig az ilyen állami pénzekkel gazdálkodó, ideiglenesen szabad pénzeszközökkel bíró államháztartáson kívüli szervezetek kockázatot vállalva különböző befektetéseket eszközölnek, itt a pénzt megpróbálják fialtatni. Kovács Árpád hozzátette, már korábban jelezték, hogy az állami feladatok vegyes finanszírozása átláthatatlan lehet. Az ÁSZ elnöke példaként említette a korábbi autópálya beruházásokat, illetve a Budapest Sportaréna építését. $1 millió kerül a magyar kontingens előkészítő csoportjának Irakba utaztatása, közölte a Honvédelmi Tárca. Az 50 katonát és a felszereléseket egy bérelt AN-124-es repülőgéppel viszik Tasszáról, Kuwait városba. Onnan egy amerikai szállító zászlóaljjal mennek tovább az iraki Al-Hillahba. A honvédség vezérkari főnöke korábban közölte, a szállítás költségeit az Egyesült Államok várhatóan kompenzálni fogja. A terrorizmus minden formáját elutasították a kormányon lévő balközéperők az angliai Bracknellben zajló csúcs találkozójukon. A konferencián célként tűzték ki a védtelen emberek támogatását, a szegénység felszámolását és a gyermekekről való gondoskodást is. A záró közlemény szerint a világ biztonságát fenyegető új veszélyek olyan hatékony fellépést igényelnek, amely összhangban áll az ENSZ alapelveivel. Tony Blair brit kormányfő a találkozó után azt mondta, a múltbeli nézeteltérések ellenére bizonyos, hogy nemzetközi erőfeszítéssel sikerül demokratikus országként újjáépíteni Irakot. Ciprus parlamentje egyhangulag ratifikálta a Szigetország Európai Uniós csatlakozását rögzítő szerződést. A nemzetközi jog szerint 2004. május 1-én az egész sziget belép a közösségbe. Ennek ellenére az unió jogrendszere csak a sziget déli, görög részén lép hatályba, kivéve ha addig létrejön a megegyezés a török és a görög-ciprióta népcsoport között. Csaknem 170 ezer ember volt kíváncsi Párizsban a katonai parádéra a franciák nemzeti ünnepén. 214 évvel ezelőtt a Bastille bevételével és lerombolásával vette kezdetét a nagy francia forradalom. Az ünnepi felvonuláson mintegy 3800 katona vett részt. Szigorú biztonsági intézkedésekre azért volt szükség, mert Chirac elnök ellen tavaly merényletet kíséreltek meg. A felvonulás alatt 15 embert előállítottak, közülük 3-at fegyverviselésért. Egyiküknél kést, kettőnél pisztolyt találtak. Európában egyedülálló díjfizetési rendszert vezetnek be ősztől a német autópályákon. A 12 tonnánál nehezebb teherautók úthasználatát szeptembertől műholdas helymeghatározó és mobil technológia segítségével mérik. A módszer lényege, amikor egy kamion ráhajt valamelyik német autópályára, a műholdas helymeghatározó a járműbe épített mérőműszer segítségével rögzíti a megtett kilométereket. Amikor a kamion lehajt a strádáról, a mérés befejeződik, a sofőr pedig mobiltelefonjára SMS üzenetben megkapja, mekkora útdíjat kell befizetnie. A sofőröknek havonta egy alkalommal kell kiegyenlíteniük az úthasználat számláját.
Egy ember meghalt, egy súlyos sérüléseket szenvedett Balaton Kenese és Balaton Fűzfő között, amikor egy kanyarban az áldozat gépkocsijába szemből belerohant egy kis teherautó. A balesetkor leszakadt egy nagy hűtődoboz a teherautóról, és nekivágódott egy ugyancsak szemből érkező teherkocsi elejének. Az utasok közül ott senki sem sérült meg. A szerencsétlenség miatt délután több órára lezárták a 71-es főutat. A forgalmat Peremarton felé terelték el. A gazdaság hírei következnek, nézzük a legfontosabbakat. Kisebb a hiány, májusban a folyófizetési mérleg hiánya 305 millió euró volt. Ismét drágul. Szerdától 5 forinttal drágul a benzin, a gázolajára 3 forinttal emelkedik. És akadozó áramellátás, a zavartalan kiszolgáláshoz újabb erőművek kellenének. Májusban a vártnál kisebb volt a folyófizetési mérleg hiánya, a híre jelentősen erősödött a forint, az állampapír piacon pedig estek a hozamok. Az euróért hosszú idő után kevesebb, mint 260 forintot kellett fizetni a bankközi devizapiacon. A dollárt 232 forint körül váltották. Trendfordulásról azonban nincsen szó. A májusi 305 millió eurós hiány ugyanis csak nem 2,5-szer akkora, mint az egy évvel korábbi deficit volt. A Nemzeti Bank adatai szerint májusban 305 millió euró volt a folyó fizetési mérleg hiánya. Ez messze jobb az áprilisi adatnál, sőt kevesebb annál is, mint amit a piac várt. A múlt hét végén ugyanis az elemzők elképzelhetőnek tartottak akár fél milliárdos deficitet is. Ugyanakkor a jegybank összesítéseiből az is látszik, hogy a májusi hiány csaknem 2,5-szer nagyobb, mint tavaly ilyenkor volt. Az első 5 hónapban pedig mintegy 2-szer nagyobb deficit halmozódott fel, mint egy évvel korábban. A gyors belső fogyasztás növekedés hatására jelentősen növekedik az import, és a kedvezőtlen export lehetőségek miatt az export teljesítmény elmarad a tavalyi időarányostól, tehát trendváltozás nincsen, a folyófizetési mérleg hiánya tovább nő. Nincs változás abban az értelemben sem, hogy a külföldről érkező működő tőke nem fedezi a hiányt, amit a szolgáltatások és jövedelmek, illetve az áruk túl magas importja okoz. A deficitet tehát csak azon az áron lehet ellensúlyozni, hogy közben nő az ország külső adósága. A motorbenzin árát 5 forinttal, a gázolajét 3 forinttal emeli a MOL szerdától. Az indoklás szerint az áremelés oka, hogy a világpiacon tovább emelkedtek az árak, és a Brent kőolaj hordonkénti ára megközelítette a 30 dollárt. Magyarország határvidékein 10 000-ek járnak a szomszédos országokba tankolni. Ábránk azt mutatja, hogy a környező országokban mennyivel olcsóbb az üzemanyag. Ukrajnában például literenként 151 forinttal olcsóbb a 95-ös benzin. Ekkora különbségét még Debrecenből is megéri elutazni. Számítások szerint a benzinturizmus miatt évente 30 milliárd forint jövedéki és forgalmi adótól esik el az állam. Az év első felében 101.644 darab új személygépkocsit és terepjárót értékesítettek Magyarországon, közel 25%-kal többet, mint tavaly. A gépjármű importőrök egyesülete szerint a kis és az alsó közép kategóriás autókból fogyott a legtöbb. A legnagyobb 21,7%-os piaci részesedéssel a Suzuki rendelkezik, a másik két legkeresettebb márka az Opel és a Renault. A gazdasági miniszter csökkenteni az általános forgalmi adó felső kulcsát. Csillag István erre 2-3 éven belül lát lehetőséget. A tárca vizsgálja a társasági adó mérséklését is. A miniszter vállalkozók érdekképviseleteivel egyeztette az elképzeléseit, ilyen találkozókat rendszeresen tartanak majd a jövőben. A tervek részleteiről egyelőre nem nyilatkozott a miniszter. Csillag István azt kérte a vállalkozók képviselőitől, hogy dolgozzák ki a saját javaslataikat. Ezeket a tárca a pénzügyminisztériummal közösen elemzi majd, mielőtt összeállítják a jövő évi költségvetés és az adótörvények tervezeteit. A javaslatok, amelyeken dolgozunk, az például azt célozza, hogy középtávon az áfa felső vagy átlagos kulcsa az csökkenthető legyen, hogy ezzel ne ösztönözzük a magyarországi vásárlások helyett a külföldi vásárlást. Tehát nyilván ez egy rendszerbeli átgondolást igényel.
Csillag István elmondta, vizsgálják a társasági adó csökkentésének lehetőségét is. Megjegyezte viszont, hogy bár az adókulcs 18%, a kedvezmények miatt a tényleges átlagos adóterhelés 10% körül mozog. Ugyanakkor felvetődött, hogy a befektetők a társasági adókedvezményt a jelenlegi 5 évnél hosszabb ideig, 10 évig vehessék igénybe. Eközben pedig csökkentenék azt a határt, amekkora összeg felett már jár a kedvezmény. Magyarország több mint 600 millió dollárral a negyedik helyre tört föl Horvátországban a külföldi tőkebefektetők top listáján, írta a hétfői számában a legnagyobb példányszámú horvát napilap. A Verseny Liszt szerint, amíg az osztrákok és a németek befektetéseik zömét a távközlésbe, bankokba, biztosító társaságokba irányították, a magyarok stratégiai terve az idegenforgalom, az olajüzlet, a fiumei kikötő fejlesztése és a jobb forgalmi összeköttetés felé irányul. Nyári gondok vannak az áramellátással. Az elmúlt hetekben az erőműveket különféle üzemzavarok bénították. Az elmúlt hetek hősége próbára tette a villamosenergia ellátást. Egyes napokon jóval nagyobb volt az áramkiesés, mint télen. Hazánkban az állami tulajdonban lévő Magyar Villamosenergia Ipari Rendszerirányító felelős azért, hogy az igénynek megfelelő mennyiségű áram álljon a fogyasztók rendelkezésére. Tulajdonképpen a villamosenergia tarifában mintegy 1100-1200 megawatt teljesítmény tartalék van biztosítva a MAVIR számára. Ami érdekes volt, hogy a múlt hónapban lévő nagyon meleg időszakokban ennél lényegesen nagyobb kiesések voltak, amelyeket a hazai meglévő erőműveknek a mobilizálásával, illetőleg üzemzavar importvásárlásokkal tudtunk kezelni. A legkritikusabb napokon 1100-1800 megawatt áram hiányzott az ország termeléséből. Ez az igények több mint 20%-át teszi ki. A helyzetet súlyosbította, hogy a paksi üzemzavaron kívül kiesett a termelésből egy-egy blokk a tiszai, a mátrai és a csepeli erőműben is. Azért van szükség előbb-utóbb új erőműre, mert a régi erőműveket selejtezni kell, tehát le kell állítani, mert környezetszennyezőek, előregettek, rossz a hatásfokuk. A hasonló esetek elkerülése véget a meglevő erőműpark felújítása megkezdődött, és a tervek szerint 2010 körül új erőművet is építenek. E hét péntekig lehet becserélni a kárpótlási jegyeket a Forrás RT részvényeire. A tervek szerint ez az utolsó olyan állami akció, amikor a jegyeket még értékesíteni lehet. Az állam az elmúlt 5 esztendőben képtelen volt tulajdonszerzési lehetőséget biztosítani a kárpótlási jegytulajdonosoknak. Az állami portfólióból összeállított Forrás RT részvényeinek jegyzése azt szolgálja, hogy a jegytulajdonosok megszabadulhassanak ezektől a papíroktól. A Forrás részvények iránt nagy az érdeklődés, ám még nem mindenki élt a lehetőséggel. Mi úgy gondoljuk, hogy még az utolsó napokban is adott esetben több milliárd forintos tételek jöhetnek be. Vannak olyan ügyfelek, akik adott esetben tényleg 10.000 forintnyi kárpótlási jeggyel rendelkeznek. Vannak olyanok, akik adott esetben befektetési céllal 100 milliós tételeket vásároltak össze. Tehát a jegyzés lezárásáig és semmilyen beslést nem szeretnék adni. A jegyzés pénteken zárul, és a Forrás részvényeket nem sokára bevezetik a budapesti értéktőzsdére is. Oscar díjas magyar szoftver. A Flash Forward 2003 nemzetközi versenyen a Shaker nevű magyar program lett a kiváló technológiai megvalósítás kategória legjobbja. A Mimosa Kommunikációs Kft. Által fejlesztett Shaker online prezentáció készítő program egyetlen magyar jelöltként jutott a négy legjobb közé a New York-i Flash Forward filmfesztiválon. A program lehetőséget ad arra, hogy egy átlagos felhasználó is professzionális és kreatív animációkkal színesített prezentációkat készíthessen. Online elérhetőségének köszönhetően a sikerrel készített prezentációk bármikor, bárhonnan elérhetők a világháló segítségével. 7:30 részletes összefoglalóval jelentkezünk, Détót Krisztával várjuk Önöket, addig is viszontlátásra, további jó napot kívánunk!